Jó estét kívánok! Ez a Kommentárklub, az M5 televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a keresztény demokrácia válság tüneteiről és a keresztény realizmusról is. Tartsanak velünk! Egyre inkább háttérbe szorulnak a keresztény értékek Nyugat-Európában. A korábban konzervatív és kereszténydemokrata pártok azzal igyekeznek növelni a népszerűségüket, hogy az identitásukat feladva egyre inkább balra tolódnak a politikai palettán. Eközben a közép-európai országok, köztük hazánk is, próbálja megőrizni vallási és kulturális gyökereit, de vajon mi a tétje Európa és Magyarország számára a keresztény demokrácia megmaradásának? Ennek járt utána kolléganőm Goretich Franciska. A nyugat-európai kereszténydemokrata politika gyakorlatilag megadta magát a baloldalnak. Ha valaki azt mondja magának, hogy keresztényként gondolkodik, akkor úgy is kell élnie, úgy is kell gondolkodni, és úgy is kell beszélnie. Azon fundamentumai kereszténydemokrata politizálásnak, amely egykoron megteremtették ezen politikai irányzat sikerességét, a mai napig érvényesek. Unser Ziel war in Deutschland bei der Europawahl. A CDU évtizedeken keresztül a legnagyobb kereszténydemokrata tömörülésnek számított Németországban. Mára azonban Angela Merkel korábbi német kancellár és utódai pragmatizmusa és koalíciós kényszere azt eredményezte, hogy a politikai párt egyre liberálisabb karaktert vett fel. Az MCC kutatója szerint a CDU mára elveszítette régi színezetét, és egy centrista tömegpárttá vált. Tapasztaltuk azt mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy a konzervatív, keresztény, nemzeti ezen kifejezések és szavak számos nyugat-európai országban inkább visszatetszést, mint támogatást váltottak ki az elsősorban fiatal új szavazók körében, és a pártok meg erre próbáltak reagálni, hiszen látták, hogy a saját hagyományos szavazóbázisuk sugorodik. A baloldal a II. Világháború után átvette a hatalmat a kulturális szféra fölött, és olyan módon alakította át a politika centrumát, hogy most már az olyan irányzatok is mérsékeltnek számítanak, amelyek régen szélső baloldaliak voltak. Erről beszélt Megadja Gábor. A századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a nyugat-európai kereszténydemokrata pártok megtagadták a keresztény hagyományaikat. Ezt jól mutatják a bevándorlással és a gender kérdéssel kapcsolatban megfogalmazott álláspontjaik, ezzel pedig átvették a baloldali politikai csoportosulások módszereit. Európában épp úgy, mint az Egyesült Államokban a baloldal szavazókat próbál importálni. Tehát ez már egy régi stratégia nála, hogy különböző kisebbségeket kíván mozgósítani azért, hogy valamiféleképpen a sokféle kisebbségből összeálljon egy új többség, amelyik hagyományos többséget képes legyőzni a választásokon, ezért próbálják megnyerni a szexuális kisebbségeket, ezért próbálják megnyerni a bevándorlókat. Fischl Vilmos úgy látja, hogy bár a keresztény demokrácia egész Európában jelen van, korunk kihívása az, hogy a politikai irányzat milyen erővonalakat tud képviselni, és ezek az értékek hogyan tudnak hatást gyakorolni a társadalomra. A Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának főtitkára szerint a keresztény értékek mára alapvetően megváltoztak Európában. Egyre több nem keresztény hátterű bevándorló érkezett Európába. Ennek az az egyik következménye természetszerűleg, hogyha nem elég erős az őslakosság, és hogyha erős a bevándorlóknak a vallási közössége, a valláshoz való hajlandósága, akkor tulajdonképpen az ő életükben az fog dominálni. Dobrovieczki Péter szerint a nyugat-európai kereszténydemokrata pártok nagy dilemmája, hogyan nyerjék meg maguknak a nem keresztény gyökerű lakosságot. Németországban például, ahol a választópolgárok mindegy negyede külföldi migrációs háttérre rendelkezik, jellemző módon nem keresztény országokból, ott valid kérdés egy kereszténydemokrata szót a nevében hordozó párt számára, hogyan tudna megnyerni ezen szavazókat a párt számára, hogyha az elnevezés már olyan, mintha őket valahogy kizárna ebből a politikai közösségből. A szakértő szerint azonban sok nyugat-európai országban tapasztalható a jobboldali pártok megerősödése, hiszen a régi konzervatív szavazótábor ma már inkább ezeket választja, az értékrendjüket vesztett kereszténydemokrata pártok helyett. Közép-Európában véleményem szerint szerencsés módon olyan szavak, mint hogy konzervatizmus, vagy hogy mint hazafi, nem feltétlenül negatív jelzőnek számít, hanem kontextustól függően lehet ilyen vagy olyan.
Németországban, ha valakire azt mondják, hogy ő konzervatív, az alapvetően egy politikai szitok szó, ami azt jelenti, hogy régi vágású, begyöpösödött. Megadja Gábor szerint a kérdés az, hogy Európa népei mennyire őrzik még keresztény identitásukat. Kulturálisan talán valamennyire, bár ez is erősen kérdőjeles, és hogy egyáltalán képesek-e még ehhez a fogódzóhoz visszatérni, vagy egyébként már annyira módosított tudatállapotban vannak az elmúlt kb. 60 év kulturális hatásainak köszönhetően, hogy ez a visszatérés lehetetlen. A szakértő szerint a keresztény demokráciát a mai korra is lehet adaptálni. Ám kérdéses, hogy az Európai Néppárt mennyire képes elismerni a jobboldali pártok létjogosultságát. A választás az valójában nem az, hogy létrejön egy ilyen karneváli sokszínűség a keresztény kultúra hűlt helyén, hanem az, hogy valamilyen romjai megmaradnak ennek az európai nyugati keresztény kultúrának, vagy egy másik kultúra veszi át teljesen Európát. A morál az, amely meghatározza az erkölcsiség, az, amely meghatározza a keresztény gondolkodást. Hogyan tudom keresztény szellemben élni az életemet? Lehet-e? Nyilván lehet, de ehhez mindent meg kell tennem. Ez az egyik legfontosabb, én azt gondolom, és hogyha ez megvan az emberekben, ez megvan a vezetésben, akkor mindenképpen ez egy követendő példa. Fischel Vilmos hozzátette, a kereszténység elvitathatatlanul az európai kultúra része, és egyfajta kiinduló pontként kell rá tekinteni. A hagyományainkat pedig úgy tudjuk megtartani a jövőben, hogyha jó példát mutatunk keresztény emberként, és komolyan vesszük a keresztény identitásunkat. Vendégeim ma este Halkó Petra, a 21. század intézet vezető elemzője. Jó estét kívánok! Nagy Milán, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület munkatársa. Jó estét kívánok! Szilvai Gergely, a Mandiner főmunkatársa. Jó estét! És Nádor Koppány Zsombor, a Szent István intézet kutatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusztok! No hát a keresztény demokrácia válsága, illetve a keresztény realizmus, ezek a fogalmak mindenképpen fel fognak ma merülni, úgyhogy talán érdemes is azzal kezdeni, hogy kicsit meghatározzuk, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, és mondjuk mennyiben más a keresztény politika, mint a keresztény demokrácia. Valakinek el kell kezdeni. A keresztény demokrácia az egy történelmileg létező irányzat, tehát szerintem szűkebb, mint a keresztény politika. És ugye a keresztény demokrácia talán a 19. század közepétől bontakozott ki, mondhatjuk így, azokban a keresztény körökben, a katolikusoknál és a protestánsoknál is, ahol a éppen megszülető demokráciákba szerették volna integrálni valamilyen politika erőként a keresztény gondolatot, illetve a kibontakozó ipari forradalommal és hát túlságosan szabadpiaci kapitalizmussal szemben a szociális gondolatot nem maxi módon gondolták el, hanem egyfajta harmadik útként. Ha olvasunk keresztény demokráciáról könyveket, akkor általában erre a harmadik útra szokás hivatkozni, ami ott nem a népieket jelenti, hanem a keresztény demokráciát, így a 20. század második feléig, mint akik a gazdaságilag a liberálisok és a kommunisták között vannak középúton, valami ilyesmi, tehát a szociális piacgazdaság az ennek nyomán jött létre, illetve hát akik elfogadják a pluralis társadalmat, és a demokráciában képviselik ezt az értékrendet. Tehát egy értékrendjében vallásos és eredetileg konzervatív, gazdaságilag viszont szociális és érzékeny, a munkástömegeket magába integrálni próbáló, hogy nem csak az eliteket képviselő politikai erőkként indultak el a kereszténydemokraták, aztán a második világháború után jó ideig uralták az európai terepet, 60-as évek végétől kicsit visszaestek, aztán visszatértek, és most ott vagyunk, ahol vagyunk. Elhangzott az, hogy balra nyitottak ma az európai néppárt tagjai, amiben jelentős részt képviselnek a régi kereszténydemokraták, egykori kereszténydemokraták. Alcide de Gasperi, aki az olasz kereszténydemokráciának az atya volt, ő ezt már a világháború után mondott egy ilyet, hogy igazából ők balra felé szeretnének nyitni, valószínűleg ő akkor inkább ezt még csak ilyen gazdasági értelemben értette, úgyhogy visszaolvasván sok mindent nem annyira meglepő, hogy balra csúsztak ezek a pártok szerintem. A keresztény politika az ennél szerintem tágabb dolog. Tehát mondjuk akkor, ha jól értem, akkor lehet venni azt, hogy van a kereszténység, a keresztény ember, és nekik az irányzatuk, eredetileg nekik volt az irányzatuk az, hogy ezt egy politikai keretek közé, gazdasági keretek közé sorolva létrehozzák a keresztény demokráciát. De akkor felmerül a kérdés bennem, hogy a keresztény politikus az szükségszerűen keresztény demokrata-e? És talán a kérdésben már benne van a válasz, de azért ezt
fejtsük ki egy kicsit. Jó estét kívánok még egyszer. Picit messzebbről kezdeném. Hát ugye vannak a keresztény politika, mint szó, az, hogy a keresztény realizmus szó is elhangzott, és majd remélem, hogy Gergő az írására alapozva ki is fogja nekünk fejteni, az egyrészt egy fogalmi megközelítés, másrészt pedig egy viszonylag széles keretrendszer, amiben különböző politikai megoldások, különböző politikai irányzatok férnek bele. Természetesen nem minden, tehát megvannak azok a szélsőségek, ami egy keresztény realista politikának nem lehet az alapja, vagy nem lehet a tagja. A kereszténydemokrácia ugyanakkor egy világnézetileg meghatározott, de gyakorlati politikát művelő pártpolitikai intézmény, ami egyrészt, ahogy Gergő is mondta, válaszol olyan társadalmi kérdésekre, kihívásokra, amikben vezérfonalul használja az egyház szociális tanítását, az egyház társadalmi tanítását, kezdve a 19. századi pápai enciklikáktól kezdve, egészen a mostani, akár teremtésvédelmi Ferenc pápa által jegyzett dokumentumokig. Ugyanakkor viszont a politikai realitás talaján állva egyfajta konkrét politikát képvisel. Hát meglátásom szerint a keresztény politika az szélesebb paletta, mint maga a keresztény demokrácia, és a keresztény embernek sem kell feltétlenül emellett az egy politikai meggyőződés mellett letennie a voksát, azzal együtt, hogy nekem a személyes véleményem az, hogy Európában, Közép-Európában a mi történelmünket ismerve és megélve a keresztény demokrácia az az irányzat, ami a legjobban bizonyított a 20. században, ami a legtöbb kiutat tudja adni, teljes antropológiát, teljes erkölcsi válaszokat képes adni a gyakorlati politika realitása mellett, de ezzel együtt elvitathatatlan az, hogy a keresztény politikán belül ennél sokkal szélesebb a választási lehetőség. És hát emiatt akkor különösen kár, hogy a válságáról beszélünk. Milán? Igen, kiegészíteném azt, amit elmondtál az előbb. A németországi példát hoznék. Annegret Kramp-Karrenbauer még a CDU elnökeként tett egy nyilatkozatot, amiben arról beszélt, hogy szerinte nincs olyan, hogy keresztény politika, csupán keresztény politikusok vannak. Alapvetően az egyház társadalmi tanítása ezzel szemben áll, de ami szerintem még inkább kérdéseket vet fel, az egy nem is olyan régi hír, körülbelül egy hónapja adott ki a Német Katolikus Püspöki Konferencia egy állásfoglalást, vagy egy buzdítást, amiben arról beszélnek, vagy arról írnak, hogy Németországban nem szavazhatnak a katolikusok szélső jobboldali pártra. Ugye, hogyha ezt az aktuális helyzetbe, aktuális kontextusba helyezzük, akkor nyilván itt a nem régen alakult Werteunionról, az Értékunióról, de hát ugye a 2013-tól létező AfD-ről van inkább, vagy leginkább szó. Ugye, hogy ez miért fontos? Szerintem ez azért fontos, mert az elmúlt időszakban, hogyha megnézzük a kereszténydemokratáknak, illetve hát ugye a CDU-CSU pártszövetségnek a programját, illetve nem is csak a programját, nem is csak azt, amit mondanak, hanem leginkább azt, ahogyan cselekszenek, ahogyan a törvényhozásban szavaznak, akkor leginkább azt láthatjuk, hogy saját maguk tesznek, a saját politikusaik tesznek arról tanúbizonyságot, hogy bár nevükben, tehát ott van még a Christliche jelző, valójában a döntéseik azok nem összeegyezthetőek a keresztény tanítással, a keresztény állásponttal. Bocsáss meg, a Gergőt meg fogom kérni, hogy erre reagáljon, mert hogy te pedig azt írod, hogy nem feltétlenül lesz hiteltelen egy politikus attól, hogyha nem a teljes keresztény tanítási palettát viszi be a politikai programjába, hanem a politikai kényszerkeretek között maradva próbálja, ameddig lehet elvinni ezeket a keresztény tanokat. Ez kicsit, mintha ellent mondana a kettő egymás. Én nem látok ellentmondást, nem biztos, hogy valaki, tehát hogy az aktuális társadalom helyzetben megcsinálja azt, amit meg lehet, az nem ugyanaz, mint hogy feladja eleve. Nem tudom, a németeknél pontosan mi van, nyilván a társadalom helyzet is változik, de azért szerintem nagyobb terepe lenne ott keresztény álláspontokat képviselni. Tehát a kereszténydemokrata pártok azért a 80-as évekig, de lehet, hogy a 90-es éveket is ide vehetném, például az abortuszt, azt nyilván elfogadták, hogyha éppen kisebbségben voltak, és megszavazta a parlament, hogy nem tudom, szélesítsék az abortuszhoz való jogot, de alapvetően ők ennek mindig ellen mentek például. Tehát azért az, hogy valaki felolvasztja magát, mondván, hogy
ő csak magánemberként keresztény politikus, de egyébként nem képvisel keresztény értékrendet, az szerintem eléggé önellentmondás. Szerintem sokkal több értelme van akkor szavazni egy olyan emberre, aki magánéletileg ezt nem képviseli, vagy nem feltétlen hiteles keresztény mondjuk, viszont ilyen értelmű törvényeket vagy rendeleket hoz folyamatosan, és ez például Donald Trump, aki gyakorlatilag a Jimmy Carter óta, tehát mondjuk az előző 50 évben az evangéliumi mozgalmat, tehát az amerikai protestáns evangéliumi mozgalmat, ami egy erős politikai erő, ennek a javaslatait a leginkább képviselte elnökként. Sem Jimmy Carter, aki ebből a mozgalomból érkezett, csak gyenge elnök volt, sem utána Ronald Reagan, aki az átpártoltak, nem képviselte olyan mértékben az ő politikai álláspontjaikat a politikai életben, mint Donald Trump, akiről azt nehéz volna elmondani, hogy egy példás keresztény életetérő ember. Viszont ha ezeket, ha ő vasítja meg a legtöbbet mondjuk a evangéliumi keresztények vagy a keresztények programjával Amerikában, akkor minden személyes hitelességi kérdés ellenére rájuk kell szavazniuk, és ezt meg is teszik. Tehát szerintem itt ez a ilyenkor helyes magatartás. Egy más kérdés, hogy a lelkismeretében mindezzel hogy számol el? Inkább csak talán az a kérdés, hogy mi ez a határ, ameddig még tudjuk képviselni, és mi az, amikor már például az abortusztörvény esetén már nem muszáj, mert akkor azzal esettek kontraproduktivitás. Szerintem nyilván tehát ha van egy olyan társadalom, ami mondjuk kultúrkeresztény még, mondjuk közép-európai társadalmak, és a keresztény mondjuk egy teljes keresztény programból föl kell adni bizonyos dolgokat, vagy bizonyos dolgokat nem lehet visszacsinálni, de úgy a többsége megmarad, az oké, okay. Amikor már csak a töredéket lehet képviselni, akkor az problémás, illetve hát olyankor úgyis koalíciókényszer lesz, vagy ellenzékbe kerül az illető. Hogyha nem lehet a keresztény programot képviselni semmilyen mértében egy országban, akkor nem kell politikusnak menni, hanem akkor valamilyen módon meg kell próbálni elérni, hogy legyen ennek az álláspontnak többsége, vagy valamekkor a bázisa, és akkor utána azt lehet képviselni a parlamentben. A keresztény demokrácia erre egyébként egyértelmű választ ad, legalábbis a magyar keresztény demokráciának a Barankovicsi vonala, amiről remélem, hogy már csak a halálának az 50. évfordulója kapcsán is ejtünk majd néhány szót. Ő úgy fogalmazott, hogy két olyan alapelv van, ami mentén meg kell húzni a vonalat, a természetjog és az igazságosság elve. Hogy ez a kettő olyan tényező, amin a gyakorlati politika megfontolásának az érdekeiben nem léphet túl a keresztény demokrata politikus. Ugyanakkor viszont óva intett mindenkit attól, hogy egyfajta csendőr szerepet vállaljon a keresztény demokrácia, és ugye a század első felének a történésére utalva egy olyan képet használhatunk, hogy nem az a keresztény demokrata politikának a feladata, hogy az alkoholtilalom idején kivegye valakinek a kezéből a viszkis üveget, hanem hogy megtalálja azokat a sarokpontokat, amiket valóban nem léphet át. És ennek egy gyakorlati példája pont Milánnak a német témája kapcsán, hogyha a németországi LMBTQ jogoknak a kiterjesztését nézzük. Egy kereszténydemokrata politika a Gergő által említett realista alapon támogathat, pontosabban elfogadhat a realitás érdekében olyan együttélési, örökösödési, anyagi, adminisztratív döntéseket, amiknek a gyökerével nem ért egyet, de tudja, hogy a mögöttük lévő támogatottság miatt a fontosabb pontja érdekében erre szükség van. De nem lépheti át a határt, és például a házasságnak az antropológiai, bibliai szentségi képéből nem léphet ki. Petra? Valóban nagyon összetett kérdésről van azért ilyen értelemben szó, magánéleti, politikai szintér, demokrácia és vallási kérdések, tehát politikai és vallási eredetű kérdéseknek a keveredése. Én talán történelmi okokból adódóan a Milán gondolatmenetét ott fognám meg, hogy ugye az, hogy egyáltalán bizonyos értékrendű vagy világnézetű pártokat Németországban eljutottunk odáig, hogy felmerül az a kérdés egyáltalán gondolati síkon, hogy betiltsanak, a rájuk való szavazást betiltsák emberek számára, az egy rendkívül dermesztő és rémisztő dolog, mert hát főleg Magyarországon mi már éltünk át ilyet. Tehát lényegében alig 100 évvel ezelőtt történtek olyan események, ahol konkrétan olyan választójogi törvényt fogadtak el a szovjet nyomásra, amelyek kizártak bizonyos választókat a választási törvény, tehát választójoguktól megfosztották őket, illetve a választhatóságuktól is megfosztották őket. Tehát ez nagyon sötét múltra enged, vagy vezet minket vissza, tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ezt nagyon komolyan ki kell hangsúlyoznunk, hogy milyen erők és gondolatok vannak egy keresztény
adott esetben konzervatív gondolatmenettel kiegészült világnézettel szemben, tehát azokat a marxista gyökerű erőket, amelyek megjelennek most európai, illetve globális szintéren is, azok nagyon-nagyon komolyan jelen vannak napjainkban is, tehát én ezt mindenképpen fontosnak tartanám itt a Milán gondolataihoz hozzáfűzni. Olyan szempontból is, hogy akkor, amikor ezek történtek tényleg 1940-es évek második felében járva, akkor valahol azt láthattuk, hogy az egész kereszténységnek a gondolatisága kulturális értelemben, vallási értelemben, politikai értelemben az szélsőségek közé volt beszorítva, tehát fogságban volt a szélsőségek által, és tulajdonképpen ezáltal nem csak hogy a kereszténységet, mint tényleg teológiai vallási értelemben tartotta fogva, gondolati síkon tartotta fogva, hanem az embereknek a szabadságát is fogságba kerítette. Ilyen értelemben pedig ellehetetlenült az is, hogy demokratikus politikai rendszerek alakuljanak ki az ilyen helyzetben lévő országokban, társadalmakban. Tehát itt kapcsolódnak talán össze ezek a különféle fogalmak, mint hogy kereszténység, demokrácia és így tovább szabadságnak a kérdése, mert valahol a keresztény magatartás, a keresztény gondolkodás a szabadságot biztosít, a szabadság pedig a letéteményese a demokratikus politikai rendszereknek. És ilyen értelemben ezek bizonyos értelemben természetesen különállóan is értelmezhető fogalmak, de valahol elválaszthatatlan fogalmak is egymástól. Akkor a szabadság talán az egyik része ennek a keresztény ideológiának, de hogyha már említetted a marxista és baloldali irányzatokat, akkor ezzel szemben hol határozza meg magát a keresztény demokrácia és akár a keresztény politika, de a keresztény demokrácia is, hogy mi az a keresztény identitás, mik ennek az identitásnak az elemei, amelyekre mondjuk figyelnek a keresztény oldalon? Hát nyilván a keresztény emberkép szerintem leginkább a meghatározó kell legyen, ezen kívül pedig a kereszténység tanítása, és ezen a ponton viszont felhívnám arra a figyelmet, hogy a keresztény demokrácia ugyan felekezeti alapon indult, de aztán sok olyan ország volt, ahol a felekezeti pártok egyesültek. Például azt hiszem Hollandiában is, de skandinávoknál is volt ilyen, vagy a CDU-CSU duó, az ugye a bajor katolikusok és az összes többi Németország maradékának a protestánsainak a szoros együttműködése. És például hát a protestáns kereszténység nem feltétlen hisz a természetjogban, ilyen szempontból szerintem itt lehetnek belső viták, csak reagálva arra, amit mondtál meg, hogy mi az igazságosság, az mindig ugye vita kérdése tud lenni, de szerintem a marxizmussal szemben például a keresztény emberkép, illetve a marxizmussal szemben az egyéni szabadság hangsúlyozása fontos, de nem abszolutizálása, illetve az, hogy a keresztény demokrata, vagy egyáltalán keresztény politikus az nem materialista, nem kollektivista, és azért az egyéni felelősségre is hangsúlyt helyez. Emellett pedig a közösségre is erre értetted, hogy nem abszolút is igen, a közösségére is. Hát ugye a keresztény emberkép meg elsősorban azt jelenti, hogy egyrészt Isten által teremtett, és van emberi, innen van az emberi méltósága, innen van, nem máshonnan, tehát nem a emberi jogok nyilatkozatából és egyéb szekuláris dokumentumokból. Másrészt pedig, hogy az ember, és szerintem a keresztény politikának, vagy a keresztény hozzáállásnak a politikához itt fogható meg a legényegesebb eleme, az ember egy esendő lény a bűnbeesés következtében, és nem lehet megjavítani. Mert ugye a marxisták is, meg mások is. Ez az antropológiai pessimizmus. Próbálnak, igen. Szerintem ez egy ilyen fontos elem. Milán? Talán egy példát hoznék arra, amit Gergő mondott. Ugye, hogyha itt én a németekkel foglalkoztam ugye a tanulmányomban, és hogyha ott arra tekintünk, hogy Németország egyik legsikeresebb időszaka a második világháborút követő hát néhány évtized volt, amikor is ugye ennek az alapját a rajnai katolikus Adenauer, illetve ugye a bajor evangélikus protestáns Ludwig Erhard szövetsége, együttműködés alapozta meg, akkor mindenképpen azt kell látni szerintem, hogy mind történetileg igazolt az, hogy a keresztény demokráciának igenis van egyfajta létjogosultsága, ami már történetileg már csak azért is kialakulhatott, ugye mert ezekben az elnyomó rendszerekben, tehát gondoljunk itt ugye Németország esetében ugye a nemzeti szocialista időszakra egyfajta ellenállást tanúsítottak a kereszténydemokraták, vagy hát ugye korábban még a keresztény szociális
programot képviselő pártok, és ebből fakadóan ugye tiszták maradtak, vagy hát úgymond fedhetetlenek maradtak, majd pedig másrésztről ugye az is igaz, hogy a világháborút követően a jobboldali pártok, szélső jobboldali pártok elsősorban ugye hát pályán kívülre kerültek. Tehát, hogy maradt egy űr, amelyet betölthettek ezen kereszténydemokrata politikusok, kereszténydemokrata politikát folytató pártok. És szerintem ez a kettősség jellemzi leginkább azt, hogy milyen is a kereszténydemokratáknak a felfogása, tehát az, amit mondjuk a elnyomó rendszerekkel szemben tanúsítanak, illetve az, hogy miként tudják megvalósítani a gazdasági, társadalmi, politikai, tehát egy országnak a felvirágoztatását. De ezek egyébként alapvetően keresztény értékek? Mindenképp nem egy egyetemes jólétről beszélünk, és nem tudom, embertársi szeretetről? Ez szükségszerűen keresztény érték, vagy mondjuk a közjó létrehozása az mondjuk a politika egészének kellene, hogy a sajátja legyen? Ezek alapvetően keresztény gyökerű értékek, amik, hogyha elszakítjuk őket az eredeti gyökérzetüktől, akkor hangzatos és hosszú távon életképtelen címszavakká és irányulnak, de én is egy példával kezdeném. Tehát a második világháború után a nyugat-európai nagy kereszténydemokrata pártok, ugye tudjuk az európai megbékélési folyamatban a német-francia-olasz közreműködéseket, mellettük Közép-Kelet-Európában egy helyen volt igazán erős kereszténydemokrácia, az pont nálunk. Viszont gyökereiben más volt a magyar kereszténydemokrácia, mint a nyugat-európai. Egyrészt volt egy olyan hátrányunk hozzájuk képest, hogy a két világháború között nem voltak meg azok a előzmények, amik Nyugat-Európában megvoltak, ugyanakkor viszont Varankovicséknak volt egy nagyon tudatos nemzet és kereszténység egyesítő célja, hogy ők tényleg a Prohászka, Adi, Gizvein Sándor magyarságát, a felsőházi püspököket, a vidéki papságot próbálták egyesíteni, és egy közös párt platformot létrehozni. Másrészt már a 40-es években felismerték azt, hogy egy működő kereszténydemokráciához néppárti jellegre van szükség, tehát hogy mindenképpen szélesebb bázison szükséges nyitni, illetve sokkal hangsúlyosabban nyúltak a pápai enciklikákhoz, tehát nem csak a címszavakban használták az egyház szociális tanítását, hanem rengeteg olyan Barankovics beszéd vagy Mihelics Vid írás van, amiben 13. Leótól 12. Piuszon át konkrét idézetek, gondolatok köszönnek vissza. És válaszolva a konkrét kérdésre, ennek szerintem a legjobb példája, hogyha megnézzük a Lisszaboni szerződésben, meg az alapjogi kártában megfogalmazott EU-s alapértékeknek a nem teljesen megegyező és nem teljesen egyértelmű listáját, és szembesülünk azzal, hogy az ott felsorolt fogalmak, emberi méltóság, szabadság, demokrácia, jogállam, testvériesség, stb. Ugye 6-8 fogalomról van szó, ami nem egyezik meg a két dokumentumban. Egyrészt nincsenek meghatározva, tehát korábbi dokumentumokra utalnak vissza, de fogalmi tisztázás nem történik. Másrészt, hogyha ezeknek elvonatkoztatunk a keresztény Európában természetesen a görög filozófiától kezdődően meghatározott fogalmaitól, amiben egyesül a filozófiai keresztény és a különböző egyéb, de nagyon fontos elemnek a identifikációja, akkor nem tudjuk megadni a saját fogalmainknak a miben létét. És ennek a kulcspontja az emberi méltóságnak a fogalma, ami az alapjogi szisztémában az összes többi alapjognak tulajdonképpen a szülőanyja, és arra épülnek az alapjogok, hogyha elvonatkoztatjuk az isteni teremtettségű embernek a méltóságától, abban a pillanatban sokkal nehezebben definiálhatóvá és megfoghatatlanná válik. Azt mondtad, hogy kiüresedik ebben a tekintetben, de hogyha, és akkor itt talán a kereszténydemokrata válsága tényleg akkurátus cím, hogyha kiüresedik mindez az alapelv a kereszténység nélkül, akkor mi történik, hogyha a keresztények száma a társadalomban csökken, amit most tapasztalunk? Én visszatérnék az előző gondolatmenethez olyan értelemben, hogy nem tudunk anélkül beszélni erről a kérdésről, hogy ne határoznánk vagy tennénk említést azokról az erőkről is, amelyek támadást intéznek a keresztény közösségek, keresztény értékrend és világnézettel szemben vagy ellen, egész pontosan. Ugye Chestertonnak van egy nagyon jó idézet, én azt nagyon szeretem,
ugye úgy szól, hogy az a személy, aki nem hisz Istenben, az nem Istenben, nem Istenben nem hisz, semmiben nem hisz, hanem bármiben. És ugye itt a fogódzója mindennek, vagy itt van elásva a gyökere a történetnek, mert hogy valójában azok az erők, amelyek támadják a keresztény értékrendet, ők a közösségeket támadják, azokat az erőket, amelyek valójában pillérekként tudnak szolgálni társadalmak számára, nemzetek számára, családok számára, és így tovább, tehát amelyek nem valódi értékalapon rendeződő és szerveződő közösségek, nem pedig különféle izolált, elszigetelt egyénekből álló tömegeket képeznek. És amikor felmerül a kérdés, hogy bármiben hisz valaki, onnantól kezdve ugye jönnek a politikai szintéren és pénzügyi szintéren megjelenő erők, amelyek ugye a bármiben hívő embereket irányítani tudják a saját igényeik szerint, és teljesen olyan abszurd szélsőségekbe tudják elvinni, olyan tényleg témákat tudnak érinteni, amelyek valahol tehát senki nem gondolta volna, azért én azt gondolom, akár néhány évvel ezelőtt is, hogy tényleg arról fognak bizonyos beszélgetések, törvények szólni, hogy ki nő, ki a férfi, és így tovább. Tehát, hogy alapvető emberi élethez tartozó, értékrendhez tartozó kérdéseket feszegetnek ezek a folyamatok, történések, és valójában ennek mindennek itt van valahol elásva az egésznek a gyökere. Akkor behoznék most még egy fogalmat, talán erről nem beszéltünk, a kulturális kereszténységről, amit meg foglak benneteket kérni, hogy ezt is határozzuk meg, hogy mi ez a kulturális kereszténység, mert hogy én azt gondolnám, hogy ha tényleg ennyi fenyegetés éri ma a keresztény közösségeket, a keresztény demokrácia válságáról beszélünk, akkor a kulturális kereszténység, hogyha az tényleg azt jelenti, hogy akár a keresztény értékeket lehet a hit kivétele, vagy nem teljes kivétele, de nem arra koncentrálva is tovább vinni, akkor ez talán egy megoldás lehet-e? A kultúrkereszténység szerintem az, hogy valaki kereszténynek mondja magát, mint keresztény kultúrából származó ember, vagy abban élő ember, és nagyjából az értékrendet is vallja, de ő személyesen nem egy hívő valaki. Lehet ezt hitelesen vallani anélkül? Szerintem itt nincs hitelességi kérdés, ez van, de lehet, miért ne lehetne. És szerintem a Közép-Európában nagyrészt ez a helyzet van, míg a nyugat ugyan hát a kultúrkeresztény történelmű, de egyre kevésbé az jelenleg már a nyugati társadalmak, egyre kevésbé, tehát nem csak nem keresztények, hanem egyre kevésbé kultúrkeresztények is. És hát ilyen szempontból kultúrkeresztények lennék keresztény, nem az a szemben, hogy még az se, az egy fokkal jobb. Szóval szerintem ezt lehet, nem hiszem, hogy ez valami abovó hiteltelen. De akkor talán ez jelenség. Azt a kérdés is felveti, hogy ha a kultúrkereszténységet elfogadjuk, mint hit nélküli keresztény értékeket valló irányzat, akkor lehet-e, vagy meghatározható-e, hogy mondjuk egy keresztény demokrata politikus az milyen keresztény elveket kell valljon, és akkor talán itt a CDU-CSU válsága ismét megemlíthető, hogy ott ugye egyre többen, vagy hát keresztény demokrata politikusok is szavaztak mondjuk az egyenlő neműek házassága mellett. Meg van ez határozva, hogy milyen kereszténynek kell lenni ahhoz, hogy jó keresztény politikus legyen az ember? Alapvetően szerintem értékek mentén lehet ezt meghatározni. Tehát, hogy lehet. Itt is mondok egy egyszerű példát. A 2010-es években fölmerült, a legutóbbi választási vereséget követően, tehát 21-ben, 22-ben kiadtak ugye egy összefoglaló anyagot, amiben fölmerült, hogy a C-t kivegyék, eltörőjék a kereszténydemokraták nevéből, feltételezve azt, hogy ezzel nagyobb tömegek fele tudnak nyitni. A C, illetve, mint keresztény. Igen, tehát a keresztény jelzőt hagyják el. És nagyon érdekes volt olvasni azt, hogy a kereszténydemokrata néppárt vezetőségében van egy bevándorló hátterű, muszlim hitű hölgy. És az volt a legérdekesebb ebben, már önmagában ezért ez is bizonyos fajta kérdéseket vett fel, hogy valóban kereszténydemokrata pártban milyen típusú pártagságot, vagy milyen típusú vezetést érdemes felépíteni. De az volt a legérdekesebb ebben, hogy ez a hölgy amellett érvelt, hogy a keresztény jelző nem kirekesztő, és emiatt nem is eltörlendő, hanem egyfajta többletről beszélt. Tehát azt mondani, hogy milyen jelzők, vagy milyen értékek mentén lehet meghatározni azt, hogy ki a kereszténydemokrata politikus, azt így
én most ezt nem tudom megtenni, ugyanakkor, hogyha történetileg végigmegyünk azon, hogy a 60-as évektől elkezdve, amikor is még a kezdeti időkben ugye egyértelműen az egyház társadalmi tanítása megjelenik a kereszténydemokrata politikában, Németországról beszélek most, majd pedig inkább a keresztény emberkép, majd később megjelenik a szabadság, az igazságosságnak az eszméje, majd pedig hát itt az előző időszakban, tehát még a Muti korszak, tehát Merkel előtt, ott már inkább a liberális, konzervatív, szociális felfogás érvényesül, és akkor elérünk oda, hogy a Muti korszakban, amikor az a fő üzenet, hogy dim itte, a közép. És lehet erre is azt mondani, mert van rá példa, tehát például Svájcban a kereszténydemokrata néppárt jelenleg Dimitte, a közép néven funkcionál, működik. Meg kell egyébként ezt határozni, hogy a keresztény politika melyik oldalon kell álljon, jobb, bal oldal, közép, állhat mindegyik oldalon? Okay. Hát nyilván itt a gazdaság és politikai horizonton különböző pozíciókat tud elfoglalni, tehát itt nem az a probléma, hogy középre pozícionálja magát egy kereszténydemokrata párt, vagy néppárt, hanem leginkább az, hogy ez a pozícionálás, ez Németországban ugye a vörös-zöld, tehát a szocdem zöld politika mentén történő, vagy mentéhez történő igazodásban érhető tetten. És ebből fakadóan, hogyha a baloldalhoz húz egy kereszténydemokrata néppárt, akkor az azzal is jár, hogy a jobboldali konzervatív gondolkodók lényegében a jobb szélre szorulnak. És ugye ennek volt például itt a legutóbbi Bajor tartományi... Megszűnik kereszténydemokrata néppártnak lenni, tehát hogy így effektíve azért ezt mondjuk ki. Tehát a válság az abból adódik, hogy már nem kereszténydemokrata pártok, tehát le volt nevükben papíron azok. De hát, Na de akkor pedig miért ne vegyék ki a keresztény jelzőt? Említetted, ez nagyon érdekes, hogy azt mondja ez a muszlim hívő pártak, hogy a nyitottságot ez szimbolizálja. De vajon tényleg szimbolizálja, és vajon ebből állna a keresztény mi voltja ennek a pártnak, ahogy a muszlim hívő mondja, hogy nyitott, vagy ezért vannak más értékek, amikkel mondjuk, hát lehet, hogy tényleg az a megoldás, hogyha kiveszed a keresztény jelzőt, akkor többen csatlakoznának. Hát itt szerintem probléma, tehát ha most ezt a nyitott szót szeretnénk vizsgálni ilyen szempontból, tehát én azt gondolom, hogy egy keresztény értékelvű ember, vagy akár egy párt közösség politikai erő, az nyitott. Tehát a keresztény életfelfogás, az egy nyitott szemlélet és gondolkodás mód, én azt gondolom, mind egyéni, mind közösségi szinten, csak ma a nyitott szavak és címszó alatt teljesen mást értelmeznek. Tehát ugye, amiről szót ejtettünk már itt, tehát a teljesen önkényes töltettel, tartalommal feltöltött szavakat sajátítanak ki a kereszténységgel szemben álló erők, és itt most tényleg kultúrkereszténységről igen keresztül bármilyen értelemben is vizsgáljuk ezt a kérdést. Én itt látom a leginkább az ellentét. Ha visszatértünk még a kultúrkereszténységhez, én egy kommentáros cikkemben pont a keresztény társadalomnak a lehetőségét próbáltam tavaly megvizsgálni. És nagyon érdekes, hogy a legmeghatározóbb teológusok, politikai gondolkodók hasonló gondolatokat, de mégis nyilván más nézőpontból megfogalmazva közelítik ezt meg. Alapvetően a kultúrkereszténység szó az főleg a vallásszociológiában egy negatív tartalmú vagy töltetű kifejezés, és szerintem a köznapi nyelvben sem úgy tekintünk rá, mint egy pozitív valóságra. A II. Világháború keresztény ébredési mozgalmai után még a francia teológus Jacques Maritain úgy gondolta, hogy lehetséges egy új típusú keresztény államnak, társadalomnak az európai létrehozása. Később egy picit már pesszimistább modellek születnek. József Ratzinger, 16. Benedek pápa a közös erkölcs, morál alapján felismert értékek megvallásáról beszél. De szerintem a kérdés szempontjából nekünk a legaktuálisabb Eliotnak a modellje, aki azt mondja, hogy maga a kultúrkereszténység az akkor tud pozitív töltetű lenni, hogyha van mellett egy olyan hitvalló mag, aki lelket ad neki. Tehát van egy olyan társadalom, ahol a kormányzat, a politika létrehoz egy keresztény keretrendszert, tulajdonképpen ennek a megélését tapasztaljuk ma hazánkban nagyon pozitív módon. Van egy olyan
lehetőleg a Szentlélek kegyelméből minél szélesebb közösség, aki hitvalló keresztényként ezt megtölti lélekkel, és ebben az esetben tud maga a társadalom kultúrkeresztényként pozitív és nem kiüresedett fogalomként működni. Na, hogyha a kereszténység és a társadalom összefüggéseit felhoztad, akkor hadd idézzek tőled, Gergő, te azt írod, hogy a kereszténység, a keresztény ugyanis mégpedig teremtményi mi voltunk okán erénynek tartja a helyes önszeretetet, amiből az következik, hogy természetesen nem korlátlan mértékben, de saját jólétünk, illetve népünk jólétének előmozdítását tekintjük helyes dolognak. Tehát, hogy a kereszténység elfogadja azt, hogy az egyén azért a természetünknél fogva saját magunk, a környezetünk szeretete, a családunk szeretete és a nemzetünk szeretete az, amit prioritásnak tart. Akkor lehet azt mondani, hogy ha valaki keresztény politikus, az alapvetően erősebben törekszik a nemzet védelmére, vagy a nemzet erősítésére? Ez mostanában történelmokból így van, de szerintem a keresztény politika az inkább akkor nyilvánul meg a kereszténység, mint politikai tényező vagy erő, hogyha van mögötte erő, amikor egy amúgy keresztény társadalom széthull, és ezért kulturális ügyek lesznek. Tehát a jógazdaság politika az nem kereszténység kérdése például, hanem jógazdaság politika kérdése, és szerintem én vitatkozok azokkal, akik szerint van specifikusan keresztény közgazdaságtan, szerintem nincs. Van, ami nem az egyértelműen, de egy kifejezett keresztény közgazdaságtan szerintem nem lehet kijelölni, és szerintem a katolikus egyház szociális tanítása is irányelveket jelöl ki, azt nem mondja meg, hogy ezt hogy kell megvalósítani. Tehát hát itt eléggé, és ha megnézzük a kereszténydemokrata pártunk egyébként, hogy ki mit csinált ez ügyben, az is eléggé időben is változik, meg térben is többféle megoldás van, szóval elég erős a pragmatizmus. Tehát a keresztény politika szerintem inkább olyankor nyilvánul meg, amikor ugye egy kultúrharcú eredet, amikor Bismarck betámadja a katolikus egyházat Poroszországba, de nyilván ilyen etika ügyek mentén, mint abortusz, LMBTQ ügyek, akár nemzetvédelme. A nemzetvédelme szerintem ott az azért is fontos, mert ugye Európában keresztény gyökerű nemzetek vannak, és a kereszténység azért pont azon okon, hogy az ember egy megtestesült lény, azt gondolja, hogy az ember szeretete nem tud az egész világon mindenki irányába ugyanúgy szétoszlani. Tehát ezek a keresztény idealisták, akik szerint az egész világot fel kell ölelni. Nem kell felölelni az egész világot. Ráadásul a teológia mondja is, hogy van a szeretetnek rendje. És az nem az emberiségből indul ki, hanem a házastárs család, rokonok, helyi kisközösségek, és így tágul. Tehát senkinek sem az emberiség fele van az elsődleges kötelezettsége, hanem a környezete felé. És ilyen szempontból a nemzet az egy politikailag is meghatározó, ilyen középérték, mondjuk így. Tehát inkább onnan közelítenék, hogy igenis jogosult az ember, mint közösségi lény, bizonyos közösségeket előnybe részesíteni máshoz képest, és a más közösségeket majd mások részesítenek előnyben, tehát ez nem egy etikai rangsorolás, hogy melyik jobb, mert melyik nem, hanem hogy mindenki a saját közösségeiben kell, hogy működjön, és nem az az elsődleges feladatunk, hogy a világ másik felének a problémát megoldjuk, hanem a menedzseljük a magunkéit, esetleg a környezetünkben. Ilyen szempontból, és akkor befejezem egy pillanat, valóban a keresztény politikus az általában jobban védi a nemzeti érdekeket mostanában, de hát ha a kereszténydemokratákat veszük, akkor már nem mindenki teszi ezt európai szinten. Ezzel a kereszténységnek van egy univerzalista küldetése vagy jellege is, de ebben nagyon jól beleférnek a nemzetek. Nagyon jó, hogy említetted a keresztény idealisztikus, ideológi, vagy hogy mondjuk, idealisztikus... Hát idealista, Bocsánat, keresztény idealista vonalat, és ezzel szemben a keresztény realizmus, hiszen ezt is mondtuk, hogy erről beszélni fogunk. Lehet az, hogy ez a keresztény realizmus, ami mondjuk az emberi gyarlóságot figyelembe veszi, és ami azt is figyelembe veszi, hogy mondjuk alapvetően mik az igényünk a szeretet kiteljesítésére, hogy a saját környezetünket, nemzetünket szeressük, hogy ez legyen a megoldás a keresztény demokrácia válságára?
hogy vagy egyáltalán alapvetően is már így kellett volna felépítenünk a kereszténydemokrata rendszereket? Szerintem ez a megoldás Európa válságára, tehát maga a kereszténydemokráciának a 21. századi út megtalálása a megoldása az európai válságra. Erről egyébként Hölvényi György képviselő úr a kommentárban írt 2021-ben egy kiváló tanulmányt, ajánlom elolvasásra. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ahhoz természetesen, ahogy Petra is mondta, a nyugat-európai kereszténydemokrata pártoknak is önazonosnak kell maradniuk, és meg kell találniuk a 21. századra adható saját hangjukat és saját válaszaikat. Tehát a korszellemnek megfelelő válaszokat. Igen, de nem megtagadva a saját gyökerüket és a saját múltjukat. Hát így van, mert tehát politikai rendszereket tekintve, vagy demokratikus politikai rendszereket tekintve, nagyon nehéz azt mondani, hogy van egy adott fix elképzelés arra, hogy hogyan működhet keresztény, demokratikus módon, így kiegészítve egy politikai rendszer, mert ha végignézzünk a történelmen, nem tudunk két egyforma demokratikus berendezkedésű országot, nemzetet, birodalmat, akármit is mondani, mert ez mindig az adott korszaknak a körülményeihez is adaptálódik. De vannak olyan alappillérek, ugye ha a politikai szempontból nézzük a népképviselet, ha keresztény szempontból nézzük, vagy egy hitbéli kérdéseket feszegetünk, és a keresztény szempontot helyezünk bele, akkor pedig valójában ott van egy olyan pillér, ami akármilyen korszellem is, vagy korszak is jöjjön be, egy elmozdíthatatlan pillérnek kellene, hogy legyen, az, hogy a keresztény gondolkodású személyek magukat egyéni szinten egy olyan pozícióba helyezik, hogy a közösségért dolgoznak, és jövőorientált módon teszik mindezt. Tehát egy keresztény gondolkodású ember, egy keresztény magatartású ember, én azt gondolom, hogy azért dolgozik, hogy jobbra törekedjen, és ezt minél nagyobb közösségeket betöltve tegye meg. Tehát nyilván a világot nem fogja senki sem megváltoztatni egy személyben, egy csettintésre, de a maga a törekvés, hogy jobbat és jobbat szeretne teljesíteni, és bármilyen szintéren is dolgozzon, élje az életét, ha ez motiválja, akkor az azt jelenti, hogy ő a jövő nemzedékei számára is egy jobb világot szeretne hátrahagyni. Tehát az egyént azt egy más pozícióba teszi, mint furcsa mód. Ugye ott kezdtem az első megszólásomban, hogy ugye a szabadságot, hát ergo a liberalizmust a szélsőségek tartották fogva a 20. század elején, hát most ugye a klasszikus liberalizmust. És most pont azt látjuk, hogy ezeket a keresztény gondolatokat, értékeket, világnézetet a nyugati liberalizmus, nyugatról érkező liberalizmus, marxista gyökerekkel tartja fogva, vagy szeretné legalábbis fogva tartani, mert a nyugatorientált vagy nyugatról érkező liberalista felfogás ugye az egyéni szabadságjogokat helyezi előtérbe, de úgy, hogy átideologizálja, individualista módon átideologizálja ezeket a kérdéseket, tehát ők az egyént egy másik pozícióba helyezik. Tehát nyilvánvalóan vannak egyének, mindig lesznek egyének, de nem mindegy, hogy egy gondolatmenetben vagy a cselekedetek során ki hova helyezi az elényt is, és valahol itt történik egyfajta szembenállás a két világnézet között. Talán így akkor a korszellem mégsem feltétlenül kell, hogy erre hatással legyen, mert azért ezek eléggé univerzális értékek, amiket említettél. Lassan lejár az időnk, még egy utolsó körbe, csak néhány mondatban arra kérlek titeket, hogy foglaljátok össze, hogy mit gondoltok, hogy mi ma a tétje a keresztény demokrácia válságának, mi történik, hogyha ezt sikerül feloldani, és mi történik, hogyha nem. Európa lelke. Szerintem Európa lelke, identitása, gyökérzete és jövője. Néhány nappal ezelőtt beszélgettünk Petrával arról, hogy kitéphető-e Európa gyökérzete, és szomorúan állapítottuk meg, hogy kitéphető, csak az nem az az Európa lenne, amit ma ismerünk, szeretünk, és amiben jó élni. És ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz nekünk is tennünk kell, és változatlanul, tehát önmagamat ismételve meggyőződésem, hogy a keresztény demokrácia az a politikai irányzat, ami a legtöbbet tudja azért tenni, hogy egy emberarcú, de nemzetekben egymás testvérként elfogadó Európa lélekkel együtt, történelmével együtt, jövőt birtokolva megmaradjon annak, ami ennek szeretnénk. Gergő? Hát szerintem nyilván erre csatlakozva a pártok esetében szerintem az a tét, hogy ők egyáltalán keresztdemokraták maradnak-e.
Tehát olyan fokú pragmatizmus mutattak az előző időszakban, és akkor diplomatikus voltam a pragmatizmus kifejezéssel, hogy gyakorlatilag kiürestették a saját magukat. És ezt jól mutatja, hogy vannak olyan kötetek, előző 15 év megjelent kötetek az Európai Néppárt pártjairól, keresztényeket a pártokról, amelyekben az ember rákeres arra, hogy meg elolvassa azt a fejezetet, ami a programról szól, akkor abban nem derül ki, mi a program. Hát ez egy elég erős bravúr szerző részéről, hogy a programra szóló fejezetben nem derül ki, mi a program, és én ezt látom. És ez jól mutatja azt, hogy ezek a pártok kiüresedtek. És így aztán szerintem egy jelentős szavazói bázisnak, akik nem feltétlen az abszolút többség, de egy elég nagy, nem tudom, 10-25-30%-os bázis, nincs politika képviselete, és ezek az emberek átpártolnak markánsabb, magukat nem kereszténydemokratának, vagy nem feltétlen kereszténydemokratának nevező konzervatív jobboldali pártokhoz. Folytatva az imént hallott gondolatokat, azzal egészíteném ki, hogy szerintem az a legnagyobb kérdés, hogy mennyire tudták rabul ejteni a keresztény demokrácia, mint politikai ideológia vagy politikai irányzat képviseletét ezek a pártok, amelyek most a mainstream, a fősodornak a részét képezik. Gondolok arra, hogy lehetőség lesz-e mondjuk Németország esetében a kereszténydemokratáknak egy új értékközösség létrehozására. Mert azt láthatjuk mondjuk náluk, hogy a mostani kereszténydemokraták, amiket itt ti is elmondtatok, kiüresedtek, valójában nem kereszténydemokraták. Tehát szerintem itt a következő időszak, következő évek erre a kérdésre fognak leginkább választ adni. Petra, tiéd a zárszó. Én Zsomborhoz csatlakozva is azt gondolom, hogy hát Európa jövője, sorsa a tét valójában, mert ugye már beszéltünk arról, hogy hinni Istenben, ugye hinni valamiben, hinni bármiben, és utána, hogyha nem vigyázunk, akkor ez a bármiben való hit, ez oda vezethet, hogy elvesztegetjük Európát, és a semmi fog ránk maradni. És azt gondolom ez a tétje, a nagy kérdése annak, hogy mi hogy állunk. Ha már sokat beszéltem arról, hogy milyen erők veszélyeztetik, vagy támadják a keresztény közösségeket, akkor most így végszóként talán kihangsúlyoznám azt, hogy mekkora szerepe van a keresztény hittel rendelkező embereknek és közösségeknek abban, hogy megőrizzék ezeket a tartó pilléreket, amik Európa jövőjét szolgálják. Hát akkor ezzel a reményteli mondattal zárjuk, reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt már a Kommentárklub, mai adásunk újra nézhető a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on, valamint meghallgatható a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!